Összehangolt akció a Tiszaszalkai ártérben 2020-ban. Az önkéntesek mellett magyar és ukrán vízügyi dolgozók szedték a szemetet a Tisza egyik legszennyezettebb Natura 2000-es területén. A folyó hulladékszennyezése évtizedek óta Magyarországon és Kárpátalján is súlyos problémát jelent. Szomorú példa erre, hogy 2004-ben a vízhozam mellett új fogalmat, a palackhozamot is bevezették a szakemberek. A Felső-Tisza vízgyűjtőjén 2017-től nagyszabású beruházás indult, melynek célja a külföldről érkező kommunális hulladék eltávolítása volt. Akkor kormányzati forrásból olyan rendszert építettek ki, amely kamerák segítségével előrejelezte a PET palackok várható érkezését az úgynevezett leszedő helyekhez. Ezt a beruházást most továbbfejlesztik, így egy határon átnyúló vízminőségi megfigyelő rendszert hoznak létre. Megpályáztuk ennek a rendszernek a folytatását, ami tulajdonképpen ennek a pályázatnak van ma a nyitókonferenciája, és ezzel folytatódni fog a munka. Tehát a rahói kamerát kiegészítjük a visótorkolatnál kamerával, mert akkor a rahói hulladéklerakó szemetét is látjuk. A Husztnál jelenleg is volt kameránk, de mi kiegészítjük Técsőnél is. Tiszavesnél jelenleg is volt hőkameránk, tehát a hőkamera segítségével már az éjjellátó funkcióval van elrendelve, kiegészítve, tehát nagyon komoly előrejelzéseket, szinte perce pontosan meg tudjuk mondani, hogy mikor érkezik a szennyezés, és nagyon hatékonyá tesszük ezt a kommunális hulladékleszedést. A magyar-ukrán projektben a felújított kamerarendszer éjjel-nappal figyeli majd az adott területeket, de része a fejlesztésnek az is, hogy új vízminőségi állomásokat alakítanak ki. Régén konténeres állomásokkal észlelték a laborállomásokkal a vizek minőségét. Ezek az állomások időközben lerobbantak, már nem működőképesek, és mi célul tűztük, hogy a vizek minőségét meg fogjuk határozni, hiszen a kommunális hulladék az a vizen úszó. De hát ugye a vízminőség az áll vegyületekből, tehát pH vezetőképesség, oldott oxigén, nehézfémek, egyéb vízkémiai elemek, és ezeket mi mérni fogjuk. Ez a rendszer tartalmaz 5 új vízminőség állomást, 3-at Ukrajnában, ezzel megújítjuk a régi Técsői vízminőségi állomást, illetve még lesz másik 2 helyen Ukrajnában, és nálunk is 2 helyen vízminőségi állomás, így már mérni tudjuk a vízminőségi paramétereket is. Vízminőségi riasztórendszert is kiépítenek. A Felső-Tisza ugyanis havária eseményeknek kitett térségnek számít az itt található bányák, ipari területek, szennyvíz és hulladéktelepek miatt. A határon átnyúló vízminőségi monitoring hálózat kiépítését a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság az Ungvári Tiszai vízgyűjtőgazdálkodási igazgatósággal közösen végzi. A Tisza Monitornet rendszer kialakítására több mint 1,2 millió eurós költségvetés áll rendelkezésre.